Best for Soil. Szolarizáció. Gyakorlati információ. Hello, Miguel vagyok, és Almériában dolgozom, Spanyolország déli részén. Nálunk a szolarizálást gyakrabban használják. Ezért ebben a Best for Soil videóban megtudhatod, hogy hogyan és milyen feltételek mellett működik ez a módszer. A talaj szolarizálása a talaj fertőtlenítésének módja a betegségek leküzdésére. A célja, hogy a növénytelepítés előtt csökkentse a talajba található kórokozók csíra mennyiségét. A végső cél a betegség gazdaságos szintre való lecsökkentése, legalább egy szezonra. A talaj szolarizálása magában foglalja a kellőképpen nedvesített talaj átmeneti letakarását egy vékony, polietilén vagy speciális műanyag fóliával legalább négy hétig. Az évnek azon szakaszában, amikor a legmagasabb a hőmérséklet és a napsugárzása. Ezek a feltételek nélkülözhetetlenek a sikeres szolarizációhoz, ezért ez a módszer Európa nem minden régiójában alkalmazható. A szolarizáció jól működik a mediterrán éghajlatú, napsütéses és forró nyári területeken, ahol a júniustól augusztusig tartó időszak a legjobb idő a jó szolarizációhoz. A szolarizálás iránti érdeklődés akkor kezdődött, amikor a termelők és más szakemberek észrevették, hogy a műanyag talajtakaró alatt a talaj magasabb hőmérsékletet ér el, mint a nem takart alatt. Felmerült a kérdés, vajon ez a hőmérséklet emelkedés elegendő lehet-e a talajban különösen az intenzíven művelt talajban meglévő kórokozók leküzdésére. E célból megtervezték a pasztörözéshez közeli körülményekkel járó eljárást a talaj felső rétegeinek erős öntözése és napbesugárzása révén. A földközi tengeri térségekben szolarizált talajban a nyáron elért hőmérséklet halálos lehet a legtöbb talajeredetű növény, patogén, fonálféreg és gombák számára. A 45 Celsius szok feletti csúcshőmérséklet általában 20 cm mélységig terjed, addig a mélységig, ahol a legtöbb kórokozó él. Ez a módszer tehát a korokozók termikus inaktiválásával csökkentheti a talajban a patogének szintjét. A szolarizálás hő okozta halálos hatása szerves kiegészítőkkel kombinálható. Ezt bioszolarizációnak nevezzük, és magában foglalja a talaj szerves trágyázását az öntözés és a műanyag takarás előtt. A bioszolarizáció ötvözi a szolarizáció előnyeit a szerves trágya tulajdonítottakkal, azaz a kórokozókra halálos bioágensek fejlődésével, a nem patogén mikroba növekedésével és egyéb a talaj egészségéhez és termékenységéhez tartozó javulásokkal. A szolarizálással elérhető eredmény jobb, ha organikus kiegészítésekkel kombinálják. Állati trágya, zöld trágya, növényi maradványok vagy biofomigás növények is felhasználhatók szerves anyagforrásként. Számos példa található a talajeredetű kórokozók hatékony bioszolarizációval és szolarizációval történő kezelésére. A fonálférgeket és gombákat széles körben vizsgálták laboratóriumi és terepkísérletekben. Néhány példa a kórokozó a szegfű, dínye, paradicsom vagy uborka fuzáriuma, a Phytophthora capsici és a Phytophthora parazitika, a Meloidogyne incognita a meloidogüne javánika, a verticillium dália, a rizoktónia szoláni, a pyrenokéta lycopersici vagy a pratilencus tornei.